pénte, azért napon. Hát oké, csak én nekem ez így nagyon jó. Köszönjük. Te is ennél velünk, Lilla? Mondom, fáj a szívem. De mondtam, hogy 3 cukort kérek, és 2 adott. És most azért háborodsz? De 3 kértem, Rolin. Nem is értem. Ha egyszer azt mondom, hogy 3, akkor még 2 kapok. Tényleg szívinfarktus fogok kapni. Hát már lassan azt kaptam. Kiszomorkodik, hagyjatok már. Csak mondom, 3 cukrot kértem, aztán nem 3 kaptam, csak 2. Direkt mondtam. Most még a faj is benne van, olyan keserű lesz, mint a szar. Ti kapjatok szívrólmat. Azt mondják, hogy 3 van benne. Lehet egyet már beleraktak. Akkor 2 raktak. Az meg lehet. Biztos vagyok benne. Ki vagyok idegileg, drága jó Istenem, segíts meg. Most voltam bent a templomban. Hát... Beimádkoztad az embereket? Hogy mélyen lököttek? Elég sokáig térdeltél ott az Isten előtt. Nem 2 percig szoktam vele beszélgetni. Remélem, azért elbeszélgettél jó Istennel, hogy milyenek az emberek. Jaj, nem az emberekről volt szó most. És rólam volt szó, hát kit érdekelnek az emberek. Ja, nem tehetik ők bele a cukrot. Azt írják itt, mert főleg, hogyha valaki beteg vagy valami. Majd mindjárt, drágáim, ne aggódjatok. Ha keserű a cukor, akkor megmondom, hogy keserűen jöjjön ki, és még egy cukrot kérek. Persze, tehát most ezen nem múlik. Ezt megfogsz 2-3 cukrot. Azt lehet, hogy pont jó. Isten is úgy akarta, csak 2 cukor legyen benne. Minden okkal történik. Én most már csak erre tudom gondolni. Tejmék kell bele? Van itt tejmék? Nem kell. Na, kíváncsi vagyok rá, jó Isten, még 2 cukrot rakott ide a 3 helyre. Jól. Fú. Mennyibe cukorja, amire kijön? Engem szopatnak most. Mennyibe cukorja? Hát ez nagyon keserű, elkapott be. Ott menjél be, ott van a pultnál. Vegyék ki 1, 2, 3-at. Ne irigykedjél már bazán. Köszönöm, Lilla, aranyos vagy, közé. Tudtam, ő itt dolgozik. Ki? Hát a szőkehajú, tudod, a izének a párja. Ő nem dolgozik. De, hát ott viszi hozzá izét, ki az asztalokhoz az üdítőt. Besegít még. Most te is főnök lennék, te is fogod, és besegítesz. Ja, de nem tudom, én nem azért mondtam most. Szépecske akkor az órán. Uh-huh. Ezt rendeltem ma. Ilyen szépecske órát, ilyen nemes acél karkötőket. Tudjátok, ez a rozsdamentes nemes acél karkötő. Mandalászat, szeme van. Beírtam a biztosítót, azt mondták, hogy elvileg ma hívnak. És akkor ez is az, ezen ilyen kövek vannak végig benne. Sziasztok, sziasztok. Megkaptam külön az órához ilyent. Ez meg valami levél. Ezt is fölraktam. Sziasztok, meg ilyet is kaptam külön még hozzá. Ja. Így mindent fölpakoltam most magamra. Tele vagyok bizsukkal. Na, itt hozzák a pénzt, a pénzszállítók. Bizsúval? Hát nem bizsú, mert... Na, itt hozzák a milliókat.
mert mindjárt szétszórják itt a pénzszállítóból a milliókat. Hát, majd kiderül. Mindegy. Ezt le kéne. Hát gondolom, hogy ha ma vagytok elfoglalva. Irigykedtek, hogy nektek nincs hasatok? Ne irigykedjetek már, basszony. Itt legalább van. Én tudok miből fogyni. De ti nem tudtok ebből fogyni. Na, értitek? Hogy én madzagom van rajta ez a szar. Hát a gyors izét, kártérítést adnak, akkor azt egyből átutalják. A gyorsat adnak. Ennyi. Gratulálok a babához. Jó egészséget. Most már remélem így, hogy egy cukrot beledorrantottam, már jó lesz. De jó, de mindig a hasamban vagytok elfoglalva. Tudjátok, hány nagy hasú ember van? Ez igazi kávét adott, vagy kapucsino? Ez kapucsino, és a kapucsino az igazi kávéból van. Nem tudom, mert eddig nem ilyen. Nem izéból van, porból. Belöntik a port. Ott, Tatabányán, vagy hol? Milyen Tatabányán? Milyen Tatabányán? Nem is voltam soha Tatabányán. Hol szoktunk cukrászdába ülni? Azt Tatabánya. Mi a ráka neve már annak a helynek? Azt nem se tudja most. Nem tudom, hogy fogalmam sem. Hova szoktunk lejárni? A faszom se tudja. Sütézni, dék a fasz fel. Nem jut eszembe a neve, bazd meg. Nem Sárcem Mihály, ízé, bazd meg. Nem Nyíregyháza, a Pátfaszi Nyíregyháza. Faszom se tudja mi, nem tudom. Ó, gyerekek, kajak elfelejtettem, hova szoktunk feljárni. Nem. Hova szoktunk már járni ide? Itt van. Szabadbattyán. Na, Szabadbattyán. Köszönöm szépen. Sárszemélyen meg a baszom. Fú, de egy fogyatékos ez a baj. Na, olyan rég voltam abban a cukrászában, elfelejtettem. Na, ott nem ilyen. Ott rendesen finom. Mindenhol itt meg más. Erős most a kávé. Lehet ennek is oka, hogy most igazi kávét az kell, hogy így cukrászda, így van. Mi oda szoktunk járni. Nem, ez most igazi kávé. Hányi cukrászda. Ja. Hány is van, cukrezdes van. Isztambul. Isztambul. De azért mondom, hogy... Hát a főzelék otthon van. Ugye? Csak főzeléket csináltál tegnap, ja. Úgyhogy relax van. Subi, még vagy 3 éves temetünk. Na, hála jó Istennek. Ilyet ne kívánjál, mert lehet, hogy 3 év múlva téged fognak temetni. Ámen. Na, hála jó Istennek, hogy temettek 3 év múlva. Tudjátok, aki a rosszat kívánja a másiknak, az visszaüt. És az a baj, hogy a karma duplán üt vissza. Nem foglalkozzál ilyen. Én ilyenkor viccesen válaszolok vissza. Gyerekek, ha jó Istenem, akkor nincs semmi a kocsival, ma hív majd ez a biztosító. Nem, ez nem portfólió, gyerekek, hogy... Inkább arról beszél, ugye, hogy hívtad a biztosítót, a kárszakértőt, majd ma hívja a Rolit. Egyeztetünk, de szerintem ebből már csak hétfő lesz. Hányszor mondom már, most mondtam már. Le vagy maradva már. Nem tudom, miért bántanak, ők se tudják amúgy, miért bántanak. Most hát magukat bántják, hát látjátok, én nem bántok senkit. Én múltkor gyertyát gyújtottam rátok. Hát ez... negatív emberek, cukrot tartottam, úgyhogy... Hú, de erős ez a kávé. Nem engemet fognak temetni, gyerekek. Mind a kettel live-ozunk, igen. Igen. Komoly, már 1:45 van? Ja. A gyertya csak te látszál, én rám nem száll a gyertya. Amikor már az utolsó láng megy rád, és elalszik, akkor ott, akkor lesz jó. Akkor már nem ég tovább rád a gyertya. Azt mondtam, megcsinálom. Érted. Belecigiztem, kit érdekel. Kapom egy kis korlátozást, de nagy dolog.
Hát ja. Mit tesztek? Nem tudom, fogalmam sincs. Sziasztok. Hát most nem. Én... Nem fotózkodhatok egyet. Persze, gyere! Csak live-ba vagyok, nem baj? Nem baj. Köszönöm. Köszönöm. Persze, gyere. Akkor jövünk ki közösségben. Jó megvártál de. Dehogy nem, hát most kit érdekel. Már így is le vagy. Már korlátozást is kaptam. Hát akkor meg már tök mindegy. Köszönöm. Sziasztok. Az ilyen. És minden nap. Minden erre nap. Erre nem fotózkodtam. Minden nap jönnek fotózkodni. Hát meg ne legyen ma bunkolni. Teljesen sötét. Minden sötét. Nem baj az a sötét. Én örülök, amikor pozitívan jönnek. Hála jó Isten. Nem tudom, miért sötétedett el a telefon. Hát nem, mint a gonosz. A Timi az ilyen. Valamikor fotózkodik, valamikor nem. Őnála ilyen ingadozások vannak. Nem bunkó, de valamikor ő nem szokott fotózkodni, hogy olyan kedve van. Ki a szegény? Nyomjuk a lájkokat, jó? Köszönöm. Mit tettetek? Még semmit. Én csak most fogunk majd. Megittem a kávémat. Nézzük egy kis limonádét. Mekkora jég van benne. Mert itt kik vagytok? Az én nevem Subi Roland, a feleségemnek meg. Így van, Zsuzsikám. Köszönöm szépen. Aranyos vagy. Vannak, látod, még normális emberek, aki beírja ide, hogy az én saját döntésem az, hogy persze. Fotózkodok vagy nem. Hát nem, nincs mondom. Kötelességem hát fotózkodni, ha nem szeretnék. Ti is valamikor persze szokott fotózkodni. Ő most nem akart. Ennyi. Én most nem vagyok abban az állapotban, hogy... Mi helyette fotózkodtam? Ennyi. Nekem nem... Én csak örülök, amikor pozitív emberek vesznek körbe. Jó. Mert én is pozitív vagyok, és én akkor pozitív embereket vonzuk. Nem a csöves negatív embereket. Amik némelyik ember itt a live-omban. Szoktam én is fotózkodni, de nekem most nem volt kedvem fotózkodni. De jó. Nincsen messze Fehérvár Budapestől. Már nem pezseg, már nem. Szóval már nem pezseg. Már kiment belőle a száraz ég. Már nem bugyborékol. Szinyasztok, szinyasztok. Robi, látod még a cerkát? Ha úgy ne. Hála jó Istennek. Így is látom, meg tükörből is látom. Ennyi. Kifizet a jó Isten. A művésznő fizet. Te meg közelről fogod látni. Amikor megszoktatlak. És azt fogod mondani, úristen, mekkora atyavilág, bekapni nem tudom, olyan mostak. Hát, de katasztrófa, amit ide beírnak amúgy. Én nem is értem. Nem is értem amúgy. Hát most nem a sütőkartán vagyok, itt vagyok benne a belvárosba, sétálóba. Gyere ide, azt megetetlek, ha éhes vagy. Rendelek neked egy menüt, de előtte kipofozlak.
hogy lassabban tudja utána enni. Minden cekket én állok, esküszöm. Gyere ide, kipofozlak, azt lassan fogsz enni. Minden cekket én állok. Bar kocsba. Én nem járok kocsmába. Én éttermezni szoktam. Én még gyerekkoromban jártam egyszer-kétszer kocsmába. Mi az kocsma? A barkócs az kocsma. De szóval van. Itt a sétálóba ott lenne. Ja, de egyszer voltál. Egyszer voltam csocsózni. Nem? Azt hiszem. A pállal. Mit fogtok én? Nem tudom. Én nem tudom, én nem nézek focit. Sose szerettem a futballt, úgyhogy én nem tudom. Azt sem tudom, kik futballoznak, milyen emberek, hogy hívják őket. Érted? Mostanában sokan járnak Fehérvárra boxolni. Ha ez is ide jár, a Berki Krisztiának a volt párja, hogy ők ide is költöztek. Az Istenes Bence is ide jár boxra. Szép hely Fehérvár. Tele van turizmussal, minden. Normálisak az emberek, kultúrát, stb. Én mondom, hogy... De most nekem most az így a jó. Most titeket ez miért zavar, hogy most én lágyban vagyok? Ott születtem ennyi. De ne árprofil mögé bújjál. Én úgy szeretem, amikor ilyen nulla követővel, álprofillal nem merjük fölvállalni az arcát. Nem is ér. Neked is ilyen van? Én is most ilyet vettem. Ilyen kövek vannak benne. Nem tudom, hogy mutassam. Szívecske. Jó. Nézzünk ilyen valami, kis... Nézzünk valami ételt. Szeretem. Étlap, itallap. Rendeltem egy másikat is, megmutatom nektek. Ez is a nemes acél. Mindjárt teszik ezt téged. Ez is ez a nemes acél, nagyon szép. Nem tudom, hogy belül volt a... Mindjárt megmutatom nektek. Belülbe töltött rántos sertés volt a házi steak burgonyába. Nézzétek! Most nem akarok tésztát enni. Rosmarin, nem tudom, mennyire látszódik. Ilyen kis fehér kövek vannak benne végig. Meg ugye ez a zöld. Zöld. Ugye, hogy jól néz ki? Imádom. 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 Nagyon szépecske. Sült piskóta, tekes fagyival töltve. Bele van rendesen. Sütve a fagyi gyerekek. És kívül meleg, belül hideg. Nagyon komoly. Gyírosztál, fokhagymás csilis, tigris rák. Lehet, ezek meg inkább tigris rákok. Egyébként ilyen üzék. Hol van az? Kivették az üzét? Azt mondtad, hogy menüzünk, kicsim. Menüzni szeretnél? Hát azt mondtad, hogy menüzünk ma. Ja, hát akkor menüzünk. Nekem azt mondtad. Most döntsd már el. Hát nem mindegy. Az előbb azt mondtad, hogy menüzünk. Hát akkor menüzünk akkor. Ha most van finom kaja a menübe, akkor most miért költsek el itt 30? Hát ezt a cukrot miért nem állunk? Mert nem kell, mert hány ingerem van. Akkor menőzünk, gyerekek. Nincs kész, nincs kész. Nincs kész a kocsim, sajnos. Akkor bemenőzünk akkor. Nincs kész, akkor sajnos a kocsim. Akkor eszünk krizibizit.
Nincs kész. De azért valami csalamádét, vagy valamit kérjél. Csalamádésem. Valamit azért. Nem fizetett a biztosító, de egyébként nem abból leszek. Sziasztok. Jönnek azt akkor. Az a kocsira megy. Ja, bocsi. Úgy üljél, hogy más ne látszódjon benne. Én csak magamat vettem. Bocs, hogy ide üt hátom. Ez már nem az egy probléma. Így van. Ah, jó néz ki. Akkor majd kérünk akkor olyan. Miért róla? A menüt. A rizibit. Nem tudom, milyen videókról van szó. Légy szíves. Akkor szeretnénk enni mi is, jó? Menüben mi van? Menü ez mi? A rizibizi. Igen, mivel volt? Rántott mi az? Rántott is, igen. Akkor olyan kérnénk, meg kérnénk hozzá savanyúságotok milyen van? Csalamádé, csemege, uborka vagy uborkasnál. Te mit kérsz mellé? Én szerintem, hogyha kérhetek, nem tudom, tartármártás vagy valami ilyesmi van. Akkor én azt kérnék akkor hozzá, meg, jó? Akkor ilyen csalamádét kérnék, jó? Jó, és kettő rántott karajt. Igen, igen, igen. Köszi. Köszönjük szépen. Hány kiló vagy? Amennyinek kell, hogy legyek. Mennyed megyünk? 2000 valamennyi? Azt hiszem, nem tudom. Nem tudom, fogalmam sincs. Elmentek innen. Hála jó Istennek. Na, hátam meg jöjjön, nem? Mi? Nem a hátam mögé kell. Nem, azért elmentek. Na, akkor vedd fel a kicsim, lehet a biztos. Halló, igen. Jó napot. Igen. Így van. Jó. Persze, jó, igen. Fú, de elkapott a lány, igen. Igen. Ja, a feleségem, igen. Igen. Jó. Fú, de elkapott a hány inger. Magad leg... Tessék? Hátul van a... Hátul lesz a parkolóba. Na ugye autómentőt kell letírni, ugye... Ugye ő is adott ugye számlát, meg ugye... Jó. Az is van, igen, igen, az is van. Hát nem gurul, nem gurul, mert ugye sajnos ugye szétszakadt az egész gumi. Defektet kapott. Persze, körbe lehet fotózni, igen. Nem. Hát meg több sérülés is lett az autón, azért jó, azt mondja. Köszönöm, viszont. Mi van? Hétfőn 10-11 körül jön. Elméri a kárt. Elméri a kárt, azt akkor ennyi. Nem tudtam, hogy ma fog hívni a szétfőn, fog jönni. Nem kell rögtön beidegesedni, Timi, ez csak egy kocsi. Ja, ez csak egy kocsi, jó, nem kell. Jó, engedd már el. Azt mondta, hogy Jensz, hogy olyan helyen van, ahol körbe tudom fotózni. Mondom, persze, parkolóban van. Van megjelent kóla. Ezt nem értem, Milu. Van ma megjelent kóla. Ezt nem értem. Előtte jön fel az
Mi a baja? Kinek mi a baja? Szia, Gyuri. Van ma megjelenik kóla. Állom. Ezt nem értem, mi volt. Milyen leves volt? Nem ettem levest. Én csak most hozzák majd a kaját. Akkor hozzá. Aranyosak vagytok, itt vannak azért egyes emberek, akik normál. Van orra oszkodott volna, nem? Limitált kiadás, akkor hozzá. Nem kell nekem ilyen hányingerüzék. Finom amúgy, mi? Azt mondod, hogy finom, meg jó, akkor hozhatsz. Gondolod. Limitált kiadás. Láttad, Szegál, az autómat, mert azt írott, hogy jó az autó, csak kereket kell cserélni. Láttad az autómat, mert szerintem nem láttad az autómat, úgy pofázol itt a lájmamba. De ne egyen egy kartonnak. Autónak mi a baja? Belenkötték szerdán, Tesla. Összetört a kocsinkat, oldalból. Mit fogtok enni? Ilyen rizibizit, rántott hússal, csalamádéval. Igen, volt, persze, természetesen. Örülnéd ennek, ha 20 éves. Miért olvaszod be? Hát én nem olvaszom be. Ugyanazokat a kontaktokat, ami nálad van, te megírod. Olvaszod. Kincsem. De te engedd el, mert beolvasod. Hát direkt hergelnek. Szerinted nálam a bohócok olyanokat írogatnak, hogy még a biztosító pénzéből eszünk, meg iszunk, meg ilyenek. Hogyne? Nem. Amúgy elmondom nektek, a Milónak a pénzéből eszünk. Rábasztatok, mert a Miló tart, képzeljétek el. A Miló az új passzim egyébként. Jó, Roli, ezt nem akartam mondani. Bocsi, de tényleg. A Miló az új passzim. Úgyhogy ő tart el, most ő fog nekem egy új autót is venni, egy AMG-t fog nekem venni. Nem kell irigykednetek, hogy nekem egy AMG-t vesz, meg most fog utalni nekem 4 millió forintot a számlámra. Ez ilyen, minden tetlit ő áll. A hármasba szoktuk tolni, a Roli, ő, meg én. Hát fél, a legjobb barátok között mindent meg kell osztani. Megosztjuk egymás barátnőjét. Mindent meg kell. A barátnője, az meg nekem nagy barátnőm. Úgyhogy szóval szoktuk négyesbe is csinálni. Szóval hülyeséget nem mondjam el. Röhög, fogja a fejét. Ne fogd a fejed, Milukám. Én hidd el, jobban fogom a fejemet már 3 napja. Hidd el. Hidd el, hogy én jobban fogom a fejemet, Miló. Próbálok ökörködni, meg poénkodni, de nem megy. Nem, a Miló az egy kedves szépen. Barát. Köszönjük. Majd, hogyha oda kerül a sor, és kell a segítséged, majd abban rendezkedjél. Most ebben nem tudsz, Milukám. Meg kell várnom a biztosítót, stb. Majd úgyis mondom privátban, nem itt. És akkor majd kell a segítség. Persze, ha tudsz, ha nem, akkor megoldom így is, úgy is, mindenhogyan. De majd abban, ha tudsz. Ha nem tudsz, az se baj, mert megoldom, tehát forkát is megoldottam. Nem most az a terv, hogy megcsináltatom az autót. A biztosító fizet, megcsináltatom az autót, aztán elpattintom, eladom, és veszek egy másik autót. Egy másik autót veszek.
nem bajlódok. Csak elsőnek megcsináltatom patentra az autót, és akkor eladom 4 kilóba. Ezt akkor 900 ezeré néztem egy 207-es, 2009-es évjáratú Peugeot, 5 ajtós, 1.6-os vagy 1.4-es, tök mindegy. Azt akarom, aztán nem lecserélem, veszek egy másikat. Alapból le akartuk cserélni, ugye Roli? El egy hónappal ezelőtt, ja. Ugye? És most ez így, hogy így alakult, ez akkor... Ez így alakult. Csönömedés. Nem kell nekem szerviz, semmi, már arra megvan a szakemberem. Miló. Arra megvan. Én már nem akarok bajlódni ebben a kocsiban. Én már nem akarok bajlódni. Csinálják meg nekem, normális állapotban legyen, eladható állapotban, aztán elpattintom 400 ezeré, az jó éjszakát. Azt veszek másikat. Alapból venni akartunk másik kocsit. Csak hát nem ilyen áron. Ugye? Nem ilyen áron. Hú, amal. Tudod, amit múltkor írtam neked. Egy hónapja. Amíg privátban írtam is neked, hogy néztem egy autót. Na. Azt mondta Milu. Jaj, hagyjatok békén, jó? Saját döntésem van, majd én eldöntöm. Azt mondta Milu, ajándékból egy a Mercedes. Nem kell. Azt a zöldet. Nem kell. Ú, a köldököm elkezd, ez fájni. ...207-es, 2009-es évjáratú, 1.6-os vagy 1.4-es, 5 ajtós Peugeot szeretnék. Vissza, mindenképpen a Peugeot. Azt néztem múltkor. Ez csak eszik, iszik, alszik. Maradok a Peugeot-nál, mert már megszoktam, meg szeretem is. Megtehetem. Hát, ami tényleg patika állapotban van, meg tip-top kívül, belül, meg minden, 900 ezer környékén mozog, 950, 1 millió. De szerintem már kapok 900 ezeré is. Attól függ. Majd, kiderül. Hogy jönnek össze a dolgok. 9 éve van jogosítványom, és eddig balesetmentesen vezettem. Egy koccanásom nem volt, megmondja a Roli. Soha. Szóval ez se történt volna meg, ha a nő nem jön belém. Teszlába. Hozzáteszem. Egy működő autó. Fékezni meg nem tudott. Ott csak egy dolog, hogy valakinek jogosítványa van, hogyha meg az utakon nem tud közlekedni, meg nincs tisztában a szabályzata. Tudatlanul. Sok darázs. Darázs miatt. Fél. Én is ilyen vagyok. Nem tud vele mit csinálni. Jaj. Nak a palózató. Amúgy nem csinál, nem amúgy. Hely úgy csak, aki fél tőle, tudod most. De nem mi a faszom ez? Ha kap a palózató, csip. De még akkor se csip meg. Köszönjük. Ez most jól esik. Hát nem belőletek van pénzem. Azért ebben legyetek tisztában. Van, de... De sajnos most tényleg jól jönne minden segítség, ki tudna nekem segíteni. Mert... Hát nem a rózsákból, gyerekek. Nem látjátok, hogy szart nem kapok?
részben a harnis, és ott a kényelmi. Bár belőletek élnek, de jó lenne. Akkor azt mondám, hogy köszönöm szépen, hálás vagyok nektek. De hát azt nem mondhatom. Meg fog csípni a darikam. Meg fog csípni a darázsról. Anyu, segíts, könyörgöm. Nem akarok egy darázscsípést. Roli! Most én többek róla, hogy darazsak vannak. Állj már le. De róla én nem akarom, hogy megcsípjek és bedagadjak. Kaparózom, mert jobban megcsíp. Leüt már ő. Na, de hogy adok moderátorságot. Nem tudom, az ember nyugodtan. Nem is ismerlek. Köszönöm szépen. Nem engem bántanak, magukat. Nem engem, magukat. Ja, gyalog jöttünk. Hát nem mivel jöttem volna. Ide alapból gyalog szoktunk jönni. Ha, amúgy. Amúgy tök durva, hogy senkit nem bántok, itt vagyunk 1200-an, és így, mintha magukat bántanák. Büdött cigány, 62, már 6-szor, 62, C. Szerintem a boltot írja be, az a CCC, tudod, hogy cipőket lehet venni. Nem, sima C van a vége. Ja. És ez a Betike is írja, úgy de kétszínű, az pedig normális volt, azt az is C-t ír. Elkezd egy ember beírni, és most mindenki azt írja, hogy cél. Bolondok. Nekem bőven elég volt. Amit te voltam, annyira ért. Nekem most jó esik. Ez így. Köszönöm szépen, aranyosak vagytok. Elbejudalunk. Rizshez nem kapok. De a húsos sem. Köszönöm, Martin.
tegnap nem bírtam enni, összevolt nem vagyomra, most örülök neki, hogy már tudok enni. Hát, negyed három, hát ne ügyeskedjünk már, hogy nem eszek. Azért mondtam, péntek van, hát most miért? Mit csinálsz? Hazamész, azt lefekszel, azt alszol. Azt fölkelsz, azt este van, azt viszed le a kutyákat, és elment a mai napod. Annyi. És most jó, mert még meleg sincsen. Úgy, már tök jó az idő. Magukat égetik ezek az emberek, nem engem. Felőlem beírhassa 5000-szer is, hogy cél. Gyere, Dora, Zsagyi. Gyere. Na, gyere. Zsagyi. Kérsz? Gyere. Gyere, úgy, Zsagyi. Addig hogy eszi a húst. Éhes. Nem szállal mandalástól. Csak ne csípjem meg, a többi nem érdekel. Nem, meg. A darazsot nem eszem meg, eltettem a darazsot. Hát nyugodtan jön, nem sajnálom a darástól sem kaját. Hogy mész ez a gyalog? Lábamon. Hogy mennék? Ma megnézzük a filmet, este. Péntek van. Tudod a... Aha. Meg akar jönni a húsomat. Beporozza mindjárt. Nem fog bántani, ne jövő. Itt van a kajám, arra lesz. Jó, nem baj. Nem bánt. Kiakadok két perc alatt, nem enged, hogy megedd kajám. Ja, mi meghívtok engem is? Hova? Kajáni. Mozizni megyünk, nem kajáni. Vagy hova? Nem értem. Menőre? Romi, nem engedi, hogy kajáljak. Tényleg nem bántszám, higgyél nekem. Nem engedi, hogy egyek itt van a tányéromnál. Egyén nyugodtan, nem bántszám. Már be is poroztam. Poroz. Jó, drágám, gyere, adok én neked. Nem sajnálom, tudod, Milo. Én senkitől nem sajnálom. Gyere, ittünk. Hát értem, hogy rosszabb, de félek, hogy megcsíp. Félek, hogy megcsíp. Félek tőle. Jó, anyám, kínja. Úgy, gyere. Gyere, szállj rá a kezem, a gyere. Szomjas. De Roli, annyi asztal van, miért pont itt van? Jó, bár van. Hogy egyem? Éhes. Adjának enni, ne sajnálj. Beírja, hogy kurva anyád büdös cigány. Köszönöm szépen, hogy beírtad ezt. Ettől most jobb a lelked, hogy ezt beírtad, hogy kurva anyád büdös cigány? Itt nincsen cigány. Hol van?
Nem látok egyet sem. Nem baj. Hát jó esik ez, hogy ez beírta, jó étvágyat, köszönöm szépen. Hogy jutottál az étteremig? Lábon. Az előbb ott volt fönn, már megint itt van. Nem bán. Meg nagyon úgy érzem, hogy meg akar csípni. Rám akar szállni, és meg akar csípni. A rázs jobban fél tőled. De hogy fél tőlem? Már kettő is itt van. Ide küldte a nő, ehhez az asztalhoz. Ide rakom a kezemet, nézd meg. Dik, nézd meg. Éhes, nézd meg. Látod, nézd meg, figyelj. Nem bánom. De? Nem fog megcsinni. Ne félj az állattól. Az ember jobban fél, mint egy állattól. Higgyenek. De megcsip, egyél már. Nem fog megcsipni. Itt kevet álnyomba. Jó, megcsip, geci, mert megcsip a lányba. A megcsip azt úgy is érted, de nem fog megcsipni. Tényleg? Legjobb. De miért itt kever a tányéromba? Másnak a tány... Nem is értem. Lehet a kajára jön róla. Szóval kérj egy légycsapot, de hogy kérek? Nem tudom megenni a kis kajámat, gyerekek. Tegnap főztem, ott a sok kaja otthon. Köszönöm, Lilla. Egyetem a tányérom, hogy jöjjön még maradjon? Mi még eszük, nem? Köszi. Lássa, hogy eszek. Látja, hogy eszek, és el akarta vinni a kajámat. Szóval vihetem a tányért. Hát eszek. Nem is értem. Hallottál? Elvihetem a kajákat. Látja, hogy eszek. De ha még nem is ennék, és csak így csinálnék, vagy így, bocsánat, mert miért ne pihelhetek kajálás közben. Amíg nem teszem félre, addig nem viheti el a kajámat, amit kifizetek. Hát igen. Nem is értettem a logikát. Hát, nálad a hasonban vagytok elfoglalva. Az a baj, nem jó kamera szögből. De nem így raktam, eszek. Látta, hogy eszek. Jó, mit okoskodtok? Az a baj, túl bonyolít az meg. Ja. Ez most jó volt, így. De szert, hát én már nem eszek. Szerintem. Én is alig ment le ez a kajá. Ja, nekem sincs most étvágyam. Most annak meg nincs értelme, hogy kikérem, azt nem bírom meg. Inkább az ember iszik. Ja. Nem? Én reggelig is úgy keltem, hogy szétszakadt a fejem. Meleg, hideg. Nem sok étvágyam van, Roli. Ez dunha párna. Na.
most már elviheti, ha el akarja. Dunyhapárna. Kérek üdítőt magamnak, aki idejön. Addig ihatok a tiédből, hogy ne tikkadjon ki a belső részem. Persze, akkor ajánlani. Köszönöm. Látunk jó egy cikra. Hát a nagy kemény ételekre, de semmi. De most amúgy kéri üdítőt. Sose hallgatnom. Köszönöm. Szívesen. Elkérhetem a hamust, ha nem okoz problémát, hamus hogy elkérem a hamust. Melütettem. Szeretnek minket, igen. Senkinek nincs velünk semmi baja, csak nektek, mert nektek unalmas az életetek. Na, lehet kidobálni a korgikat, de kitiltok mindenkit a gecibe. Ja? Lehet dobálgatni az ajándékokat. Nem trollkodni kell, ott a kitűző cél, azt lehet füstülni, gyerekek. Gyere, szállj be. Szállj le még csak. Most jó így ez a relax. Hogy vagytok? Köszönöm szépen, jól. Hát, annyira még nem vagyok jól, de kezdek beletörődni a helyzetbe. A más... Más választásom sajnos nincsen. Hát lesz, ahogy lesz. Az a Jew vagy, Bitly Jew vagy, mi a Isten. Az egy nagyon jó film. Már tegnap elkezdődött. Milyen Jew? Nem Bitly Jew? Vagy mi a faszom? Nem is Jew-t mondtam. Jó, ne kösd belém. Az az óra miért fordul meg a kezemben? Még egy likat kell rávágni, de... Kedves film készítők, jövőre... Az jó film amúgy? Az legyen a filmnek a címe, hogy Jew. De valami jó filmet csináljatok, majd lesz a nem, hogy Jew. Hozzatok valamit? Majd kérek egy kólát jéggel. Ó, citromot bele? Köszönöm. Ezen kívül? Más deszert? Nem. Már nem, köszönjük. Ezt elviszem a kormány. Na most hova raktam az együtt? De amúgy az jó film, mert bemutatóját láttam. Addig elfordítom erre, jó? Ameddig rágyújtok. Változó, attól függ, hogy mit eszem. Változó. Ezt majd akkor legközel, az osztó, ezt nem is ilyen. Ha megnézed, az tohány fogod, tehát kurva nagy lesz. Az, ezt muszáj vagyok beolvasni. Azt kérdezik, de mindig ezt kérdezik. Hogy tud a Sobi Roland hozzád férni? Könnyen. Megoldjuk. Más nevet szoktam mondani. Más? Figyeld, ha egyből hogy nézel. Ki az a más? Bármi lehet. Szia, más nem ezt mondaná. Más nem ezt mondaná. Köszönöm. Na, elkapott a ányinget.
mennyi pohár, mennyi van. Ennyi rossz indulatú ember, mit van? Embert, ami itt van most, hogy bírod, Timi. Úgyhogy leszarom. Mindig leszarom. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Nem foglalkozom. Jó kóla, jeges kóla. Kisfiú vagy kislány lesz? Nem tudom, szerintem mind a kettő. Ikrek lesznek. Milyen érzés utánozni másokat? Kit utánozok? Minket utánoznak mindig. Kit utánozok? Mert nem tudok róla. Ne is tudok róla. Szia, sziasztok! De elkapott a hányinget. Várjatok! Magamra közelítek, jó? Így az jobb, nem? Lássatok közelebbről. Most mit idegeskedjek? Ezek halucinálnak amúgy, hogy kismama vagyok. Honnan gondolják azt, hogy én terhes vagyok, meg kismama vagyok? Tehát mindenkinek kötelező lapos hasónak lenni amúgy? Ilyen? Nem tudom. Nem értem. Én nem foglalkozok. Nem is értem. Igen, lesz pár baj este. And I wasn't szeretnéd fizetni az ebédet, hogy mennyi a végig összegy? Ki fizetheted? Gondolod. Igen, nagyon sok. De hát nem foglalkozom vele, drágáim. Hogy bántsanak, nekik jól esik. Ha nekik jól esik, hogy bántsanak. Bitté gyúzt. Most megyom. Most megyom mozikba, bitté gyúzt. Köszönöm. Ja, elég lesz ki. Nem foglalkozva a grétét. Van olyan, hogy eszek és felfújódok. Saját az mitől van? Szia!
Nem tudom. A gyerekek lépek, ma este. Lesz jó? 20. Hát nem tudnak ezek normálisan viselkedni. Na jó van, sziasztok!